Sziasztok, én Super Snarketők, hát és ma bemutatnám a trétáblákat, ugye ez egy új sorozat lenne, a tutoriál sorozati a szíveklap szervein, Na, szóval, ebben igazából a videóban annyit fogok bemutatni a trétáblákat, táblákat, mert sok ember nem tudja, hogy hogyan kell készíteni trétáblát, ö, táblákat inkább, ö, vagy ö, elfelejtette, ugye az nem tud inkább, így mondom, vagy így fogalmaznám. Na. Szóval bemutatnám igazából ebbe a tutoriában, hogy hogyan lehet a háromféle trétáblát készíteni, amit ugye lehet egész Szerklavon, meg a maga SZNT mindegy. Akkor kezdjük is. A trétábla, amit bemutatnék, az amikor kettő játékos cserélget egy ö, itemet, itemmel ugye egymáshoz, úgymond. Ö, mondjuk ha például most én akarnék almát, de viszont kenyerem van, akkor most ö, valaki mondjuk cserél velem, al, kenyért, almáért, úgymond, értedek? Szóval megmutatnám pontosan, hogy hogy értem. Szóval úgy kell készíteni ugye minden trade táblát, hogy legfelelő, hogy trade, így ahogy én írtam. Egy, mondjuk ha egy, egy almát akarsz, ugye ott van a ápol. és akkor, hogy adsz érte egy kenyeret és kettős pont, hogy mennyit raksz bele a táblába, szóval mennyit tudjanak maximum trédelni. Mondjuk én azt mondom, ha, ö, 16 16 belerakok most. És akkor most beleraktam 16-ot. Szóval most ha valaki, ugye ö, ide jönne, és igen, oda aki optonsan a negyedik vonata, o, oda semmit nem kell jönni soha. Szóval ugye egy április benne a táblába, és még mindig megvan a 16. Szóval most ha valaki rányom erre, és van alma a kezébe, vagy ugye igen, akkor most egy almát levonna tőle, mert egyes van ott. Ö, ott lenne egy egyes, hogy jelezze ugye nekem, meg ugye embereknek, hogy ugye már valaki vett, vagy cserélt, és ö, kapott érte egy kenyeret, és még mindig 16 van, de ha valaki már vett volna, akkor 15 lett volna értitek. Ha megkültétek a táblát, akkor visszakapjátok persze, ez logikus. Ö, igazából erről nem tudok többet mondani, vagy több példát ö, mutatni, még mutatok egy olyan példát, amikor mondjuk nem tudod a nevét a tárnyak, tárgynak, ugye? Szóval akkor megnézed az idét, dragonrangosoknak meg tudják, a dragonrangosok meg tudják nézni a per item db parancsal. Szóval trade, ugye odaírjuk, hogy Apple ugye uh, 260, um, ugye igen, kettőt adunk most el, vagy kettőt um, kérünk, Mondjuk egy bredért, és 16-ot belerakunk. Szóval ugyanígy működik, annyi csak, hogy idével írtuk azt a kenyernek, nem tudom, az idő 297, jó. Szóval ennyi, ennyi terül a tábláról, többet nem tudok mondani. A tábla, amit bemutatnék, az amikor ö, va, hát veszel, ez a, ö, veszel ugye egy itemet, vagy nem, ö, ott egy itemet pénzért. Szóval van mondjuk ö, 64 almád, és akkor most azt el akarod adni mondjuk 200 dollárt. Most mondtam valamit, nem annyiért kell persze. Ö, ez igazából ennyit fog bemutatni most. Ö, ez a második uh, tétáblat típus, ugye? Szóval ez egy kicsivel már másabb, ugye dollárt azt uh, legfelébb kell odaírni. Ugye oda kell írnunk, hogy mennyibe kerül ez a bizonyos tárgy. Szóval mondjuk legyen 200 uh, dollár, mondjuk 16 almáért. És ugye ugye, úgy, hogy lehet használni az id -ket vagy akár írhatjuk apple -ként, ö, és akkor mondjuk a táblába 16-ot, vagy 32-t inkább. És akkor látjátok, ott levonta, és akkor egyből már működik a tábla. De ugye megmutatnám, hogy mondjuk így is működik. Így ugye, szóval mindegy, hogy hogy írod, vagy idéként, vagy apple -ként, vagy... Vagy Red Apple, vagy Normal Apple, akkor is működni fog. Igen. Na, ez volt van a második típus, uh, típusú dolog, ugye. Uh, arra kíváncsi, amit még nem teszteltem. Hogy... Ups. Igen így nem működik. Szóval így uh, nem fog működni, ha nem írsz oda a kettős pont és hogy mennyit, adsz, uh, mennyit az a táblába. Amit viszont elfelejtettem mondani, hogy ha most mondjuk, azt mondom, hogy ez tök mindegy. És egyet, de a de másnap mondjuk, nem tudom, elfogyott, ami benne van, ugye. Akkor most fogom jobb kikkelek ezzel, szóval... Ö, jó, azt mondta le, mert az van előbb. Na mindegy, az a lényeg, hogy... Levonta, ugye, és kó van. És persze, ha kiütjük, akkor ugye visszakapjuk, ugyanúgy. Ennyi ez, és ez minden nem működik, persze. Na, menjünk a következőhöz. Sok trétábla, amit ö, pár ember szokott használni, de mégis többen használnak. Mint a legelsőt, amit bemutattam, az nem más, mint amikor, öö, ugye itemet adsz, pénzért, úgymond, szóval is azt mondom, hogy akkor 10 almát, inkább írjuk idék, mint könnyebb, 10 almát veszek, Kérem szépen 5 dollárért És akkor most belerakunk 100 dollárt Ugye és le lehet véve 100 dollár Ha jobb klikkelünk rá Az jó kérdés hogy hogyan lehet feltölteni Azt hiszem nem lehet sehogy feltölteni Legalábbis én nem tudok róla De mindegy Ö, Valahogy azt hiszem fel lehet Tölteni, várj utána nézek gyorsan Aztán, És ahogy tudtam nem lehet se hogy Feltölteni pénzt ugye RT Szóval annyit rakjatok bele majd uh, ugye számítatok, hogy kb. eladtok. Uh, persze ugye, kiütitek, azt vissza úgymond, uh, hogy akartok olyat uh, csinálni, úgymond. Kiütitek, visszakapjátok a pénzt igazából ugyanúgy. Uh, ennyi lett volna igazából a Most, uh, meg Most bemutatnék egy boltot, amit uh, egy player csinált. Uh, ehm, giddyák csináltam. Uh, nem tudom, miért mondtam hát, izében. Uh, na mindegy. Szóval, KMC, ú, uh, mennyit adtam el, na mindegy. Az a lényeg, hogy ugye itt ö, lehet látni, hogy milyen jó boltokat lehet igazából csinálni, ha megnézitek. Ugye még nincsen kész, ha megnézitek itt hátul, ami katasztrófa van. Ö, igaz, állíthatok ide jönni, például vagy ugye, vásároltak mindent fel, nehéz, jó, nem? Ö, elfogyott, elfogyottak a dolgok, na mindegy. Ö, igen, igazából... Ö, gyémántot sokat vettek, nem baj az. Szóval... Igazából így lehet ö, dolgokat csinálni Itt vettek sok almát is Ja kerestem már jó sok profitot hogy itt nézem, na mindegy ö, Itt a boltom Igazából nyugodtan jöhetek ide amúgy Szóval ennyi lett volna ez a tutoriál Az első tutoriál, hogy ezt ö, Lehet hogy nem mutattam annyira jól be a táblákat Mert annyira nem vagyok hozzászokva a tutoriál Videókhoz, de írjatok egy kommentet, hogy ö, mit rontottam el Vagy bármi, ezt akkor a következő videóban Talán tudom javítani На, сясток.